És akkor ismételten sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Kerékpáros Klub idei workshop sorozatának, a Bringázza a munkába kampányának utolsó debreceni állomásán, ahova debreceni és környékbeli cégek, vállalkozások és az önkormányzat képviselőit hívtuk meg. Remélem, hogy látják a lassan elinduló prezentációt. Ennek a prezentációnak és a webinárnak a célja, hogy minél többen kerékpározzanak a munkába. Hogy bemutassuk az előnyeit nem csak a munkavállalók, hanem akár a munkaadók számára is, hogy miért jobb nekik, hogyha többen fitten, egészségesen, jókedvűen járnak kerékpárral dolgozni. Én Árva János vagyok, a Magyar Kerékpáros Klub tagja, és velem van Halász Áron, a Kerékpáros Klub elnök helyettese is. Az, hogy kerékpározni jó dolog, ezt sokan tudják, szerintem még azok is, akik soha nem ültek kerékpárra. Bocsánat, igen. Még egy kicsi technikai információ, hogyha valakit zavar az, hogy rögzítjük a mai előadást, akkor az kapcsolja ki végig a kameráját. Egyéb esetben fölkerül majd a YouTube-ra is, és természetesen e-mailben is meg fogják kapni az előadás linkjét, és a hozzátartozó videónak is a linkjét. Tehát ott tartottam, hogy kerékpározni jó dolog. Mindenki tudja, hogy milyen előnyei vannak talán, vagy legalábbis vannak erről elképzelései is. Annak érdekében, hogy egy picit beindítsuk ezt a mai előadást, arra kérnék mindenkit, hogy a Zoom chatben most a kollégáim által elküldött linkre klikkeljenek, és próbálják meg megfogalmazni egy-két-három szóban, hogy önök szerint miért jó kerékpározni. Jó, mindenkinek, tehát nem kell feltétlenül a munkába járáshoz kapcsolódni, hanem úgy általánosságban miért jó kerékpározni, és egy picit várok, hogy megjelenjenek a válaszok, és hogyha minden igaz, akkor lassan majd én is meg fogom tudni mutatni azokat a válaszokat, amiket önök adnak meg. Egy pillanat. Türelmet kérek. Tehát, miért jó kerékpározni? Egy kicsi technikai problémát észlelek én is, hogyha önök se tudják beírni a válaszaikat, akkor talán most sikerülni fog. Így van, most már talán én legalábbis látom. Szépen gyűlnek a válaszok. Jó, a kollégáimat kérném szépen, hogy egy pici visszajelzést kapjak arról, hogy ők is most a mentiméteres ablakot látják, és a rendben. Köszönöm szépen. Én is most már megpróbálom összegyűjteni. Egészségesre elég sokan szavaztak, és nagyon sok helyen megjelenik a környezetbarát, meg a környezettudatosság, testmozgás és a mozgás, levegőminőség. Tehát alapvetően, ha jól látom, akkor sokak az egyén szempontjából értékelték a kerékpározást, és néhányan, elég sokan környezet szempontjából is. A mai előadásunkon igyekszünk több szinten megvizsgálni azt, hogy miért jó kerékpározni. A társadalom, az egyén és természetesen a munkáltató oldaláról is, és az előadás legvégén konkrét gyakorlati tanácsokkal is szeretnénk segíteni azokat a cégeket, akik elgondolkodnának azon, hogy még bringabarátabbá tegyék a munkahelyeket. Kezdjük talán a társadalom, az egész minket érintő dolgokkal. Ebben lesz segítségemre Halász Áron, aki be fogja mutatni néhány szóban, hogy hol tart ma a kerékpározás Magyarországon. Áron, tiéd a szó. Jó napot kívánok, köszönöm a figyelmet, és örülök, hogy itt vannak. A Magyar Kerékpáros Klubnak elég régi debreceni kötődése van egyébként. A
tagjainknak járó jogsegélyt is egy debreceni ügyvédiroda, dr. Nagy Üliték adják, és nagyon régóta vagyunk jelen, mint a képen is látszik. Most nem erről fogok beszélni, erről majd János és az előadók többet mondanak. Én arról mesélek, hogy hogyan bringázik Magyarország. Nagyon sokan nem tudják, de Magyarország Európa harmadik legkerékpárosabb országa, és azt sem tudják nagyon sokan, hogy a többség nem autóval közlekedik a mindennapokban, 60%-unk nem így tesz. Vajon miért van az, hogy így gondoljuk? Talán azért, mert nagyon hangos, sok helyet foglal az autós közlekedés. Miközben a lakosság 16%-a kerékpárral közlekedik elsősorban. Ezt egy két évente megszervezett reprezentatív közvéleménykutatásból tudjuk. Sajnos kevés adat van Magyarországon a kerékpározásról, és külön a városokban, de ez egy hiánypótló kutatás, amit a Magyar Kerékpáros Klub szokott megszervezni. Jövőre megcsináljuk újra. Azt is tudjuk, hogy nagyon jól állunk kerékpárral rendelkezésben. A lakosság 75%-a számára elérhető az, hogy kerékpározzon, mert vagy van saját kerékpárja, ez a nagyon nagy többség, vagy kölcsön tud kérni, föl tud hozni a telekről, van egy közbicikli állomás a közelében, és az is látszik, hogy a nagyon rozog a biciklik kezdenek kifogyni a háztartásokból, és jobb minőségű, kicsit drágább biciklikből van egyre több a magyar háztartásokban. Régiós szinten a észak-alföldi régió vezető Magyarországon a kerékpározásban. Itt az látszik, hogy az adatfelvétel a koronavírus alatt történt. Tehát akkor kicsit fölborultak a közlekedési szokások, és itt a Hajdú-Bihar megyében is egy kisebb csökkenést mértek a kutatóink, de ez betudható valószínűleg annak, hogy amikor éppen az adatfelvétel volt, nem bringáztak annyian a munkahelyükre, otthonról dolgoztak, vagy valamilyen másokból kevesebbet kerékpároztak, de így is ez a 25%-os elsősorban kerékpárral közlekedő aránya a felnőttek körében, ez kimagasló Magyarországon, és ennek is köszönhetjük azt, hogy Európában a harmadik helyen vagyunk. Mi lehet az oka annak, hogy országszerte egyre több figyelem van a kerékpározáson, és egyre többen is kerékpároznak? Az egyrészt ugye itt a utóbbi másfél évben nagyon nagy igény volt arra, hogy távolságot tartsunk egymással. Ezt autóval is meg tudjuk csinálni, de amikor parkolóhelyet kell keresni, amikor dugóba kerülünk, akkor már lehet, hogy sokan arra gondolunk, hogy jobb lett volna inkább bringával elindulni. Annál is inkább, hogy az egészségtudatosság is egy járvány időszakban egyre nagyobb hangsúlyt kap. És amikor beszűkülnek a szabadidős lehetőségek, vagy nem szeretnénk inkább moziba menni, akkor lehet, hogy elmegyünk kirándulni, vagy elmegyünk egyet bringázni. Olyan helyeken, ahol kerékpáros fejlesztések vannak, ez Szegedtől Budapesten át a Balaton környékéig nagyon sok helyen tapasztalható, hogy megnövekszik a kerékpáros forgalom, és olyan helyeken is, ahol például a tömegközlekedésnek valamilyen lezárása történik, szintén ez mérhető. Budapesten nagyon forgalmas vasútvonalakat zártak le felújítás miatt az utóbbi pár évben, és mindenhol kerékpáros növekedést lehetett látni. De nyilván a belföldi turizmus is, a Tiszató környékén például kiugró kerékpáros forgalom növekedést lehetett mérni, illetve egyes kampányok is segíthetnek ebben. De mi segíthet még? Ez mindjárt kiderül. Hogyha megnézzük, hogy mi az, ami akadályozza a kerékpáros közlekedést, vagy azt, hogy az emberek kerékpárra váltsanak, az egyik nyilvánvalóan az infrastruktúra hiánya, vagy az, hogy hogyan érezzük magunkat a forgalomban. Legtöbb ember nyilván szeretné, hogy vonzóbb és kényelmesebb utakon tudjon kerékpárral közlekedni. Ne találkozzon annyit az autóforgalommal, vagy legalábbis javuljon az autó és kerékpáros közlekedők együttműködése. És a harmadik, de igazából az első helyen van Holt versenyben a kerékpártárolók kérdése. Tehát nem mindegy, hogy milyen utakon jutunk el az úti célunkra, de azt sem, hogy hová tesszük le ott a biciklit. Lakóhelyeken, munkahelyeken, népszerű úti céloknál, tömegközlekedési csomópontoknál kulcskérdés, hogy milyenek a bringatárolási lehetőségek. És hogyha mindezek a feltételek javulnának, hogyha visszagondolunk arra a diára, ahol azt láttuk, hogy mennyi kerékpár van a magyar háztartásokban, talán több mint 7 millió, megnézzük azt, hogy mivel lehetne javítani a kerékpáros közlekedők, vagy hát a kerékpárral közlekedésről alkotott képet, akkor láthatjuk azt itt ezzel a záró diámmal, hogy óriási lehetőségen ülünk. Tehát, hogyha javítjuk egy kicsit a kerékpározás feltételeit, akkor rengeteg ember indulna el biciklivel.
Ez lakóhelytől függetlenül, kortól, nemtől, politikai nézettől függetlenül igaz Magyarországon. Megyeszékhelyeken 34%-os azok aránya, akik, hogyha javulnának a körülmények, szívesebben kerékpároznának, és nagyon valószínűleg el is indulnának, és van még egy óriási, majdnem 50%-os arány, akik most éppen nem valószínű, hogy elindulnának biciklivel, elképzelhetőnek tartják magukról. Lehet, hogyha majd a gyerekeket nem kell iskolába hordani a város túlsó végére, vagy a munkahelyük kicsit közelebb lenne, vagy javulnának a feltételek, az utcák, kerékpárterelési lehetőségek, akkor elindulnának biciklivel. Nagyon alacsony Magyarországon kerékpározás elutasítottságának aránya. Ez volt a nagyon gyors összefoglalom a hazai kerékpáros helyzetről, és akkor átadnám a szót Jánosnak, illetve a további előadóinknak, akik arról mesélnek majd, hogy Debrecenben hogy áll a kerékpározás, és hogyan lehet ezen segíteni munkáltatói pozícióból. Köszönöm szépen, Áron. Az utolsó diákon, az utolsó két dián láthattuk azt, hogy a magyar felmérések is igazolják azt a tényt, hogy a kerékpározók csak úgy, mint a gyalogosok, a babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedők különösen érzékenyek az út minőségére. A nem megfelelő infrastruktúra esetén nem fogják azokat használni. Autóval vagy tömegközlekedéssel ugye ezek a szempontok kevésbé relevánsak, nem csak a járművek méret és felépítése miatt, hanem azért is, mert egy-egy rosszabb útminőségi útszakaszt elkerül úton megközelíthet, vagy kikerülhet az ember. Megfelelő kerékpáros infrastruktúra, vagy elégséges mennyiségű kerékpáros infrastruktúra hiányában erre azonban a kerékpárosok nem képesek. Úgyhogy amikor azt halljuk, hogy egy infrastruktúra minőségéről panaszkodnak a kerékpározók, akkor vegyük azt figyelembe, hogy hasonló problémákkal küzdenek a szintén védtelen gyalogos közlekedők is. Ezért nagyon fontos az, hogy jó minőségű útviszonyok között tudjanak kerékpározni az emberek. Ezzel kapcsolatban a Magyar Kerékpáros Klub debreceni tagjainak segítségével próbáltunk összegyűjteni néhány problémás helyszínt a városban. Ez az ábra egyébként a Bringáz a munkába kampányunk 2019-es hőtérképét mutatja, ahol a gyakrabban használt kerékpárral használt útvonalak világosabb színnel, tehát fehéres sárgás színnel látszódnak. Ők elsőként említik a gyalog és kerékpárutak szűk voltát, illetve azokat a helyeket, ahol a gyalog és kerékpár utakon nagy a gyalogos forgalom. Ugye a gyalog és kerékpár út az infrastruktúra, amit kvázi a járdán vezetnek, egy bringa utat, és ott óhatatlan a gyalogosok és a kerékpározók konfliktusai, vagy legalábbis kényelmetlen együtt közlekedése. Ilyenek lehetnek például Debrecenben az 56-osok tere, vagy a Csapó utca, Rákóczi utca, illetve a Hunyadi-Betlen utca kereszteződésének járdaszigetei. Szintén problémát okoznak Debrecenben a szabálytalanul kerékpárutakon parkoló gépjárművek. Nem csak Debrecenben, hozzáteszem, természetesen például Budapesten, adott esetben Szegeden is. Erre jó példa, vagy hát sajnos rossz példa lehet a Sámsoni út, és ugyancsak a Sámsoni út egy évek óta klasszikus probléma. A gépjárművek, akik ugye a Sámsoni út kerékpár útján keresztül igyekeznek megközelíteni a házaikat, vagy az ott található boltokat, az általuk felhordott sár és kavics, az önkormányzat rendszeres takarításai ellenére is elégtelen és rossz minőségű útburkolatot eredményez. Ez jól látszik talán a hőtérképen is, hogy nem csak Józsa felé van rendszeres kerékpározó tömeg, hanem Sámson felé is, de azért Józsa felé javarészt világosabb, egy köszönhetően a jobb minőségű kerékpárútnak, és elképzelhető, hogy sokkal többen kerékpároznak ennek Hajdú-Sámson felé is, hogyha ezek a problémák megoldódnának. Én tudom azt, hogy konkrétan például a Sámsoni út kapcsán már vannak tervek, és talán a kivitelezés egyes szakaszai el is kezdődtek, a belső rész és a külső rész később is talán felújításra kerül, megoldják a gépjárművek által felhordott sarat és kavics problémáját.
De az is jól látszik, hogy például a nyugati oldal Tocóvölgyet elhagyva már azért jóval kevesebben kerékpároznak, és tudomásom szerint ez is egy projekt, ami Debrecenben nem sokára kivitelezésre kerül, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Erről azonban talán egy szakavatottabb kollégának adnám át a szót, aki még részletesebben fogja tudni bemutatni nekünk, hogy hol is tart a kerékpáros helyzet. Felkérném tehát Vékony Orsolyát, az EDC Debrecen városfejlesztési szakértőjét, hogy mutassa be, mi a helyzet Debrecenben. Köszönöm szépen, János, üdvözlök mindenkit. Én pár percben a debreceni kerékpáros barát fejlesztésekről, illetve az EDC Debrecennek a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos kezdeményezéseiről, projektjeiről fogok beszélni. Debrecen első hivatalos kerékpárútját 1989-ben adták át. Ez a Vámospécs felé tartó főútvonal mentén helyezkedik el. Azóta, tehát ugye az utóbbi 30 évben azért a kerékpározók száma jelentősen megnövekedett, úgyhogy ebből adódóan az önkormányzat is fokozottabb hangsúlyt fektet a fenntartható, illetve a kerékpáros barát fejlesztések megvalósítására. Ebből adódóan 2020 végére a Debrecen belterületét érintő, illetve a külterületek irányába tartó kerékpárút hálózat elérte a 80 kilométeres hosszúságot. Itt a merre tekerjek oldalról származó térképen is látszik, hogy a városból kivezető útvonalak mentén jó részt azért elkészültek ezek a kerékpárutak, illetve arra is igyekszünk hangsúlyt fektetni, hogy a belterületi részeken a belvárosnak a megközelíthetősége a lehető legjobb legyen minden városrész irányából, illetve hogy ezek megfelelő és biztonságos összeköttetésbe kerüljenek egymástól. Egy léptetést szeretnék kérni. Ettől függetlenül azért látszik az, hogy még van mit tennünk. Ugye 2016-ban elkészült a Debrecen város mobilitási terve, fenntartható mobilitási terve, amiben az EDC Debrecen is közreműködött. Itt ezen a térképen, ez ugye már ezen az előadás ugye bemutatásra került, ez a Bringázna munkába kampány alapján készült kerékpáros hőtérkép. Itt számunkra ez olyan értékes inputokkal szolgált, hogy hol vannak azok a területek, ahol jelentős kerékpáros közlekedés van, annak ellenére, hogy nincsen kerékpárút azokon az adott területeken. Itt a térképen bekarikázott részek esetén gyakorlatilag ez tapasztalható. Ez bennünket, várostervezőket segít abban, hogy a következő soron következő fejlesztéseinket milyen irányba érdemes tervezni. Léptetést szeretnék kérni. Következő pár percben az EDC Debrecen az önkormányzatnak a városfejlesztő, város és gazdaságfejlesztési cégének a projektjeiről fogok beszélni. Az EDC Debrecen gyakorlatilag az önkormányzat kerékpáros barát fejlesztésének jó részének a menedzselésében részt vesz, azonban ettől függetlenül még számos más olyan kezdeményezésben is részt veszünk, ahol mi gyakorlatilag tehát ilyen saját jogon valósítunk meg. Az egyik ilyen a Thriving Streets, vagyis Pezsgő Virágzó utcák projekt. Ez a projekt nem kifejezetten csak a kerékpáros barát fejlesztéseket támogatja.
Ez inkább ugye a fenntartható környezetbarát közlekedési módok belevéve ugye más egyéb mikromobilitási lehetőségek népszerűsítését belevéve ugye a sétálást is próbálja előtérbe helyezni, illetve promotálni. Itt ebben a projektben nem kifejezetten csak a környezetvédelmi, illetve a sokszor hangoztatott levegőminőségi aspektusok az előtérbe helyezettek. Itt inkább a városi közterületeknek a hasznosítása a funkció szempontjából történő vizsgálata áll középpontban. Nagyon fontos itt a participatív tervezésnek az elve. Igyekszünk bevonni a belváros legfőbb érintettjeit. Gyakorlatilag itt a projekt keretében végrehajtottunk egy úgynevezett kisléptékű kísérleti akciót. Ennek lényege az volt, hogy az európai mobilitási hét keretében az autómentes napon lezártuk a piac utcának, tehát a fő utcánknak egy jelentős részét, teljesen az autóforgalom erről, és egy napra megszüntettük a parkolókat is, valamint 700 négyzetméternyi műfűvet terítettünk le annak a demonstrálására, hogy ezeket a közterületeket teljesen máshogy is lehet hasznosítani. Ez egyrészt ugye szemléletformáló jellegű akció volt, másrészt pedig az adott napon lakossági kérdőívezést folytattunk több különböző témában. Ezek között ugye a kerékpáros barátfejlesztéseknek az elfogadottsága, a megítélése volt, mennyire elégedettek az emberek a belváros kerékpáros megközelíthetőségével, milyen minőségnek tartják az utakat, stb., akkor mennyire szívesen váltanának az autós közlekedésre a kerékpáros közlekedésre, és ilyen témák. Ez a felmérés ez gyakorlatilag jelenleg is folyamatban van, és tehát a felmérésnek a kiértékelés, úgyhogy kíváncsian várjuk az eredményeket. Egy másik projektünk, ez a Debrecen MOP projekt volt, ez az EIT finanszírozásával valósult meg. Ez 2020. szeptemberében indult, az év végéig ugye minden hónapban új játékos kihívással tudtak a lakosok becsatlakozni, készült egy mobiltelefonos applikáció, amelynek keretében ugye minden hónapban gyakorlatilag pontokat tudtak gyűjteni abban az esetben, hogyha autó helyett fenntartható a környezetbarát módon közlekedtek. Ez a városban egy viszonylag sikeres kampány volt. 1035 debreceni felhasználó több mint 138 ezer kilométert tett meg aktív és fenntartható módon. Itt mindig el szoktuk mondani, hogy sikerült annyira jól promotálni a dolgot, hogy igen, egyik projektpartnerünk, ugye Barcelonát is megelőztük regisztráltak számában. Köszönöm, egy tippet is szeretnék kérni. A következő projekt, amiről beszélni szeretnék, itt csak projektmenedzserként közreműködünk, ez az önkormányzatnak, ez az önkormányzatnak a projektje. Debrecen a Herman Otto Intézet és az Országos Meteorológiai Szolgálat, illetve 9 másik önkormányzat megvalósításában egy 8 éves környezetvédelmi levegőminőségi integrált projektet valósít meg, aminek a célja a levegőminőség, illetve azon belül is a szállópor koncentrációnak a csökkentése. Itt egy projekt, tehát egy emissziós adatbázison alapú döntéstámogató rendszer készül, átfogó szemléletformáló programok valósulnak meg, hiszen tudjuk azt, hogy a levegő minőséget nem ismer határokat,
Úgyhogy itt nagyon fontos az, hogy az emberek fejében érjünk el változásokat. A szemléletformáló tevékenység a számos témára kitér, mint például a levegőtisztasági ismereteknek a bővítése, környezetbarát tüzelés, komposztálás, energiahatékonyság, stb. És az egyik ilyen fókuszterület a kerékpáros és a kerékpározásnak a népszerűsítése. Ezen belül is van egy három elemből álló kampányunk, ez a Tekerj kampány. Az első ilyen etap, ez most ősszel valósult meg, ez a Ne csak tekerj, láss is nevezetű program, aminek a célja az az volt, hogy megmutassuk azt, hogy a környezetünkben milyen olyan környezeti, illetve épített értékek vannak, amelyet ugye kerékpáros közlekedéssel is fel tudunk fedezni. Maga a kampány az arról szólt, hogy erről kis videót kellett készíteni, és ezt beküldeni a verseny kihirdetőinek értékes nyeremények cserébe. És akkor ez a kampányunk fog majd folytatódni jövőre, illetve az azt követő évben is. Ez a Hungary projektnek nagy erőssége az, hogy nem kizárólag csak a projektgazdáknak az eredményeire támaszkodik, hanem nagyon fontos a network építési tevékenység. Mi is folyamatosan monitorozzuk a környezetünket tehát a lehetséges érintetteket, és igyekszünk minél erősebb együttműködéseket építeni annak érdekében, hogy ugye még több embert érjünk el, hiszen látható, hogy borzasztóan széles tevékenységi, illetve több témakört is lefedünk, és ahhoz, hogy tényleg javuljanak a levegő minőségi értékek Debrecenben, ehhez ugye minél több fejben kell tudnunk elérni változást, úgyhogy szeretettel várjuk azokat az érintetteket, akiknek esetleg ez az érdeklődési körébe beleilleszthető. Szívesen együttműködünk bárkivel, akik érdekeltek a levegő minőség javításban. Léptetés szeretnék kérni. És akkor az utolsó témakörként magánál az EDC Debrecennél történő kerékpáros barátfejlesztésekről szeretnék beszélni. Azon túl, hogy ez nagyjából egy ilyen 60 főt, tehát egy 60 fős létszámú cégről beszélünk, durván az itt dolgozóknak az egyharmada közlekedik, hát majdnem úgy napi szinten kerékpárral. Ezen belül is van egy nagyon lelkes, kemény mag, folyamatosan résztvevői például a Bringáza munkában kampánynak. Ennek köszönhetően 19-ben és 20-ban elnyertük a kerékpáros barát munkahely címet, 20-ban pedig kategória győztesként végeztünk. Az épületünk is ugye elég kedvező elhelyezkedéssel van, ugye belvárosban működünk, egy olyan épülettel, ahol még garázs van, ebből adódóan viszonylag könnyű helyzetünk volt abba, hogy fedett kamerával őrzött kerékpártárolót tudtunk kialakítani. A későbbiekben ehhez egy zuhanyzó is, illetve egy öltöző is kialakításra került. Abból adódóan, hogy mindenki úgy azért le tudja tenni biztonságosan a kerékpárját, egy idő után ez már egy bizonyos mértékű túlzúfolódást idézett elő, úgyhogy a cégnél egy kis kerékpáros munkacsoport alakult, megvitattuk azt, hogy hogyan lehetne fejleszteni a kerékpár tárolónkat, és egy ilyen közös előterjesztéssel indultunk el a vezetőség felé.
És gyakorlatilag itt is alulról jövő kezdeményezéssel participatív módon sikerült úgy fejlesztenünk a kerékpár tárolónkat, hogy az mindenki számára kényelmesebb legyen. Ezen túl van két darab céges kerékpárunk, amihez még mi a tavalyi ringáz a munkába, illetve nem, bocsánat, kerékpáros barát munkahely kategória győztes győzelemmel kaptunk még egy plusz kerékpárt. Ez gyakorlatilag bármely céges dolgozó által bármikor használható, egy Google naptárunk van erre, és ugye azt kölcsönözi ki akkor, amikor éppen szabad, és elmenti bármikor. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, kedves Orsolya. Külön figyelmet érdekelnek, vagy legalábbis számomra érdekesek voltak a levegőminőséggel kapcsolatos projektjeik. Ehhez az utolsóként említett pilot projekthez kapcsolódik a következőkben elmondott részek, hiszen azt sokan írták, hogy, és tudják is, hogy környezetkímélő a kerékpározás, és a legkörnyezetbarátabb közlekedési mód a gyaloglás után, hiszen szinte nulla emisszióval kis helyet foglalva tudunk eljutni A-ból B-be. De vajon mennyi? Az annyi, kérdezhetik sokan. Ezt igyekszem bemutatni a következő dián, ami nagyon jól látszik az, hogy autóval összehasonlítva a kerékpár, az bizony 13-ad annyi széndioxidot juttat a levegőbe utas kilométerenként. Debrecenben is elég nagy probléma a szuburbanizáció történeti okokból kifolyólag is, a település szerkezet is arra predesztinálja valamilyen szinten a várost és lakóit, hogy nagyobb távolságokat tegyenek meg egy kicsit szétszórtabb település szerkezetben. Ha ezt viszont egyedi autó vagy egyéni autó használattal teszik, az bizony elég jelentősen fogja rontani a debreceni levegőminőséget. Ennek szempontjából is kiemelt a Bringáz a munkába kampány, ami 2019 óta, pontosabban 2007-ben indult, ezek 2019-es plakátokat és eredményeket láthatunk, tehát 2007 óta több mint 10 millió letekert kilométert tudhat magáinak ez a kampány, és ezzel több mint 1 millió tonna széndioxidot sikerült megspórolni a levegőnek országos szinten. Az, hogy ez igazából nekünk, a webinár résztvevőinek mennyit jelent, vagy mit is jelent, az talán számszerűsíthetjük egy másik oldalról, az anyagi, a piszkos anyagi oldalról is. Ez ugyanis minden egyes résztvevőnek, aki most itt ül ezen, és ezt a webinárt hallgatja, vagy akár a YouTube-on keresztül hallgatja ezt az előadást, 600 ezer forintjába kerül. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy köteg 20 ezerest meglobogtat az ember, elképzeli, hogy mennyi mindenre tudná elkölteni, akár egy új kerékpárra, egy nyaralásra, vagy egy kis felújításra a lakásában, de ehelyett fogja magát, oda megy az ablakhoz, és kidobja azzal a lendülettel az ablakon. Ennyi pénzt tudnánk egy főre lebontva országos szinten megspórolni azzal, hogyha az évente bekövetkező 15 ezer korai halálesetet, vagy annak legalább egy részét meg tudnánk spórolni, szabad ezt a szót használni, azzal, hogy környezetbarátabb módokon közlekedünk. Ugye a kerékpározással ellentétben, még egyszer megmutatom ezt a számot, ami mindössze 21 g széndioxidot bocsájt ki, teljes élettartamra vetítve. A társadalmi előnyökről, hogy a környezetünknek vajon miért jó a kerékpározás, még rengeteget tudnánk beszélni. Ehelyett azonban talán nézzük meg az egyén számára, milyen egy előnyökkel jár, hogyha kerékpározik. Ennek a legátfogóbb vizsgálatát brit tudósok végezték el. 2017-ben fejeződött be az az 5 éves kutatás, melynek során több mint 4,5 millió embert követtek végig. És azt látták, hogy a különböző közlekedési módokat használók közül a gyaloglók és a kerékpározók esetében
szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata, illetve az ebben való elhalálozásnak a kockázata körülbelül 50%-kal csökken, és hasonló eredményeket mértek a rákos megbetegedések esetén. Ugye ez azért fontos számunkra, magyarok számára, hiszen ez a két elsődleges halálok Magyarországon. Tehát, hogyha többen kerékpároznának, akkor társadalmi szinten, de az egyéni szintjén is kimutatható előnyökkel, egészségügyi előnyökkel jár a kerékpározás. Ha már egy kicsit próbálkoztunk a mentiméterrel, akkor újra megkérném önöket, hogy aki még nem zárta be esetleg azt az ablakot, az lépjen vissza erre az ablakra, aki pedig bezárta, az menjen vissza nyugodtan a Zoom előadásnak a csetjébe, adok egy kis időt erre, és próbálja meg azt megtippelni, hogy következő kérdés, hány kilót fognak átlagosan a munkába járók, akik legalább 30 percet kerékpároznak a kerékpározás elkezdését követő egy éven belül. Tehát ha valaki eddig autóval járt mondjuk a munkahelyére, most elkezd kerékpározni, és akár mondjuk Hajdúsámsomból megy Debrecenbe, az körülbelül egy fél órás bringaút, akkor egy év alatt vajon hány kilogramm fogyásban bízhat? Látom, hogy jelentkeztek, megadták, mindenki megad egy kis nicknémet magának, és akkor meg lehet tippelni, hogy vajon mennyi az annyi. Aki végzett, az visszatérhet az előadás képernyőjére. Mindenki szavazott, és egészen kevesen találták el, hogy bizony 7 kg az a mennyiség, amit lehet fogyni egy angol kutatás szerint, és azért ez nem olyan rossz, nem csak a COVID figyelembe vételével, de annak a tekintetében is, hogy Magyarország az Európai Unión belül, de sajnos a világon is az egyik legelhízottabb ország. Ezt is talán kevesen tudják, itt meg lehet keresni, hogy hol van Magyarország. Segítek, ne alulról kezdjék a nézelődést. Bizony világszinten negyedik, ötödik ország szoktunk lenni, az Európai Unióban pedig mindig a top lista első három helyezettje valamelyike szoktunk lenni. Azért a covidos időkben se rossz ez a 7 kg, pusztán azáltal, hogy az ember kerékpározik. Az egyéni előnyökről is még sokat beszélhetnék, de talán térjünk át a webinár fő témájára, hogy a munkáltatók számára milyen előnyökkel jár az, hogyha többen kerékpároznak. Milyen előnyök származhatnak abból, hogyha többen járnak bringával dolgozni, vagy akár például a napközbeni ügyeket intézni, postára elmenni, tárgyalásra, kerékpárra járni. Kezdjük talán azzal, hogy mitől jó egy munkahely. Hogyha megint visszalépnek a Zoom chatbe, vagy esetleg most már profi módon nem zárták be ezt az ablakot, akkor arra kérném önöket, hogy három szóban próbálják meg megfogalmazni, hogy önök számára mitől jó egy munkahely. Nevezesse meg önöket ez a kép, nem kell a kerékpárral összekötni feltétlenül, úgy általában volna kíváncsi arra, hogy önök számára mitől jó egy munkahely. Erre egy picivel több időt hagyok, hogy mindenki végig tudja gondolni, hogy mitől jó egy munkahely, és remélhetőleg látszódnak majd a beírt válaszok. Hoppá, bocsánat. Aki végzett a három szóval, az nyugodtan térjen vissza a Zoom előadásra. Most már nem lesz ilyen aktivizáló szavazgatás a mentiméteren. Megfelelő fizetés, értelmes célok, motiváció, van biciklitároló, ez egy alap, ez jó, hogy valaki számára ez egy, nem jelentkezik olyan cégnél, mondjuk egy állásinterjúnál képzelem, hogy ez a második kérdése a fizetés után, van-e biciklitároló, legyen így.
elismerik a teljesítmény, motivációt ad, lobbiznak a bicikli utakért. Hát igen, ilyen a Magyar Kerékpáros Klub egyébként, épp, ha jól tudom, akkor keresünk munkaerőt. Jó, munkahirdetés, álláshirdetéskör bezárva. Köszönöm szépen. Erre vissza fogunk majd térni talán az előadás végén, még azért megvárom az utolsó, így van, az utolsó szavakat, hogy vajon az előadásunk tud-e ebben segíteni, mert a kerékpározás vajon tud-e ahhoz segíteni, hogy jobb legyen a fizetés egy munkahelyen, vagy pozitív visszajelzéseket, vagy jó hangulatot teremtsen egy munkahelyen. Az, hogy a munkavállalók leginkább olyan munkahelyen teljesítenek jól, ahol a munka és a magánélet, work-life balance egyensúlyát megtartva, inspiráló környezetben, jó légkörben végezhetnek értelmes munkát, ezt sokan írták is az előbb, jó légkört és értelmes munkát kelljen végezni. A jó stratégiával rendelkező cégek és önkormányzatok többek között az új munkavállalóikra építve próbálnak kialakítani egy saját brandet, egy arculatot, hiszen így találják meg azokat, akikkel hosszú távon tudnak együtt dolgozni, de ahogy ezen a dián is látható, kicsit megnagyítom így, a hazai munkavállalatvezetők túlnyomó többsége számára a legnagyobb problémát a fejlődésben a munkaerő hiány jelenti. Vagyis, hogy hogyan találják meg, és hogyan tartják meg a munkavállalóikat. Ma már nem elég ugyanis innovatív eszközökkel, jó kafetériával, vagy esetleg egy szép irodaházzal rendelkezni ahhoz, hogy egy munkavállalót a pozíciójában tudjunk tartani. Össze kell kötni az üzleti stratégiát, a cégnek az üzleti stratégiáját a munkavállalói értékajánlattal ahhoz, hogy olyan dolgozói élményt tudjunk kialakítani számukra, amely vonza és motiválja a munkaerőt, tehát a leendő munkaerőt oda vonza, és a meglévőt megtartja. Annak érdekében, hogy a lehető legjobbat tudják kihozni magukból. Ezt nevezzük röviden employer blendingnek, azaz munkáltatói márkaépítésnek. Hogy ez számszerűsítve vajon mit jelent, mert eddig túl általános filozófiai magasságokba emelkedtem, vagy gazdasági magasságokba, hogy milyen arculatot építsen egy cég. Azokon a helyeken kutatások bizonyítják, egy Randstad kutatásból vettem az adatokat, ahol jól érzik magukat a kollégák, egy adott vállalat 10%-kal kevesebb bérköltséggel számolhat, sokkal kevesebb fluktuációval, és akár egy új pozíció betöltésének vagy feltöltésének a költsége is olcsóbb lehet, 46%-kal kevesebb pénzbe kerül. Az pedig már ezek után valószínűleg mindenki számára egyértelmű, hogy egy elégedett munkavállaló, aki jól végzi a munkáját, az hosszú távon elégedett ügyfeleket generál, és természetesen sor végén ott van a jól menő vállalat is. Hogyha megnézzük a másik oldalról, tehát a munkavállaló oldaláról, egy 2020-as Randstad felmérésben a válaszadók 3/4 számára a bérezés a legfontosabb szempont egy munkahelynél. Ezt sokan írták az előző kérdésemre is, hogy mitől jó egy munkahely, jó a fizetés, természetesen ez ott van mindenkinél. De talán kevesebben tudják, hogy ezt követi a kellemes munkahelyi légkör. Az, hogy jó hangulatú legyen ez a munkahely. Ebben hogyan tud vajon a kerékpár segíteni? Egy kanadai felmérés megkérdezte a munkába érkezőket, a munkába érkezést követő 30 percen belül, hogy hogyan érzik magukat, megmérték a stressz szintjüket, és nem meglepő módon a kerékpárral érkezők stressz szintje volt a legalacsonyabb, hogyha összehasonlítjuk a tömegközlekedéssel, vagy éppen az autóval közlekedőkkel a kerékpározókat, és az persze alapvetően meghatározza a reggeli hangulatunk a nap további részének hangulatát, és az így elvégzett munka minőségét is. Tehát, hogyha minél többen járnak kerékpárral a munkába, akkor jobb lesz a hangulata a munkahelyen is, ennek megfelelően talán könnyebb megtartani a munkavállalóinkat is. A kerékpározásban ez egy nagyszerű employer branding eszköz,
költségcsökkentő hatása is van, és az a legjobb a kerékpározásban, hogy a cég legtöbb munkahelyi szegmensébe beilleszthető. Legyen az társadalmi felelősségvállalás, környezetvédelmi munkacsoport vagy programok, családi programok, egészségmegőrzési programok, ezekben mind nagyon jól beilleszthető a kerékpáros közlekedés, a kerékpározás, mint sport, és ennek megfelelően nem csak a cégen belül lesz vonzó egy vállalat, hanem bizony a cégen kívül az ügyfelek számára is. Napjainkban egyre fontosabb az egy vásárló, egy ügyfél számára, hogy az a cég, akivel ő dolgozik, akitől a termékeit vagy a szolgáltatásait megvásárolja, az mennyire fenntartható módon dolgozik. Ezen az ábrán egy nemzetközi PricewaterhouseCoopers felmérésből kiemeltem azt, hogy közel a válaszadók közel 30%-ának fontos az, hogy fenntartható módon közlekedjen is. A környezetvédelem és a fenntarthatóság ráadásul egyre inkább fontos a fiatal munkavállalók és ügyfelek számára is, márpedig azt tudjuk, hogy övék a jövő. Úgyhogy érdemes erre odafigyelni, hogy akár egy vállalaton belül fenntartható módon közlekedjenek a munkavállalók. A kerékpározás egy vállalat egyszerre tudja tehát felhasználni környezetvédelmi tevékenységként, sportolás támogatásaként, családbarát intézkedésként, anélkül, hogy ez mesterséges zöldítésnek, greenwashingnak tűnne. A kerékpározás az nem greenwashing, az nem csak egy borhintés, hanem egy ténylegesen hasznos közlekedési mód. Azt most már tudjuk, hogy az egészségre pozitív hatással van, a környezetünkre is pozitív hatással van, ugye a stressz szintünk alacsonyabb, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, de vajon ez a munkáltató oldalán ott csapódik le? Kimutatások szerint kevesebbet betegek azok, akik kerékpárral járnak munkába, összehasonlítva a többi közlekedési módot használókkal, átlagosan 1,3 nappal kevesebbet betegek éves szinten a kerékpározók. Ez ugye elsőre nem tűnik soknak, de hogyha például az EDC 60 fős csapatát nézem, akkor ez így gyors felszámolással olyan 80 beteg szabadság napot jelent éves szinten. Én azt gondolom, bár nem vagyok HR-es, hogy ez költségek szintjén egy cég számára sokkal több annál a kisebb, vékonyabb pénzkötegnél, amiről az előadás elején beszéltem. És hogyha mondjuk cégek, piaci cégeket tekintünk, akkor el lehet képzelni, hogy ez milyen versenyelőnyt jelenthet egy cég számára, ahol mondjuk mindenki kerékpározik, egy olyan konkurens céggel szemben, ahol senki nem kerékpározik, egyszerűen hatékonyabb és több munkát fognak elvégezni. Kérdés, hogy a jelenlevők, a webinárt hallgatók, vállalatvezetők vagy HR-esei elgondolkodtak-e azon, hogy honnan járnak dolgozni a munkavállalóik? Ugye Debrecen már említettük, hogy egy kiterjedtebb település, rengeteg település résszel, amik nem a belvárosban vannak, nem beszélve a környező kisebb településekről. Erről egyre nagyobb probléma lesz valószínűleg az autóhasználat miatti dugók kérdése. A kerékpározás az a gyalogláshoz képest egy picit hatékonyabb. Ez az ábra mutatja, hogy közel 30-szoros, 20-szoros lefedettségű területet tud lefedni kerékpárral az ember, azzal összehasonlítva, hogyha csak gyalogolna. Elektromos kerékpárral pedig még inkább így van ez. És hogy ezt próbálja meg szemléltetni, ahhoz a Bike Citizens-t a Bringáz a munkába kampányának applikációját mutatom be. Itt egy picit csalok, nem 10 perc alatt, hanem 15 perc alatt néztem meg, hogy mondjuk a nagyállomásról meddig lehet eljutni, és hát persze a Nagyerdő bőven el lehet érni, az egyetemet is, a déli ipari parkba is el lehet jutni, Tócóvölgy körülbelül a határ, illetve a nyugati ipari park, de hogyha valaki egy picit
sportosabb, picit több ideje van, akkor mondjuk a fél órán belül el lehet jutni a leendő, talán leendő BMW gyár területére is. Tehát innen is látszik, hogy a nyugati oldalon készülő fejlesztések azok bizony nagyon elérhetővé teszik mindenki számára ezeket a területeket, úgyhogy érdemes kerékpárra váltani, már csak a közlekedési idő csökkentése okán is. És ugye, hogyha kevesebbet utazik az ember, akkor több ideje van dolgozni, több ideje van családjára, ez is hozzá tesz ahhoz, hogy egy rendes work-life balance tudjon kialakulni a munkavállalónál. Végül, de nem utolsó sorban a piszkos anyagiak. Hogyan lehet támogatni a kerékpár vásárlást? Jelen pillanatban még a kerékpárral munkába járás sajnos nem támogatott állami szinten, bár a KPMG-vel közösen a Magyar Kerékpáros Klub ezzel kapcsolatban is benyújtott már egy javaslattervezetet a kormány részére, hogy anyagilag is kilométerdíj alapon például lehessen támogatni a munkába járást. Addig is, amíg ez nem körvonalazódik jobban, vagy bevezetésre nem kerül, például kerékpárvásárlással lehet támogatni, céges kerékpárvásárlással. Idén még picit bonyolultabb tételekről beszélünk, aki könyvelő, az talán jobban érti, hogy mik a különbségek a különböző típusok között, ajándékba vagy munkába járáshoz, béren kívüli juttatásként vagy költségként, leírható, nem leírható. Egy szó mint száz, van erre lehetőség, hogy egy cég kerékpárt vásároljon a munkavállalói számára, és még inkább lesz jövőre, amikor is saját célra, magáncélra is lehet használni majd ezeket a kerékpárokat, és nem csak a hagyományos kerékpárokat, hanem elektromos kerékpárokra is ki fogják terjeszteni. Ezt a lehetőséget adómentes lesz ugyanis a vásárlása a kerékpároknak. És itt olvashatók picit a részletek, illetve még egy dolog, ezt talán azoknak a cégek számára, vagy azon cégek számára fontos, akik szállítmányozással foglalkoznak, vagy kisebb-nagyobb dolgokat szállítanak egyik pontról a másikra. 2022-től nagy valószínűséggel lesz egy új pályázat elektromos teherkerékpárok vásárlására is, cégek és esetleg magánszemélyek, de leginkább cégek számára. Úgyhogy el lehet gondolkodni, aki esetleg gyakran jár a postára, és eddig ezt egy hagyományos kerékpárral tett, akkor lehet, hogy kényelmesebb lesz egy elektromos teherkerékpárt beszerezni mondjuk a munkavállalói számára. Munkáltatói előnyökről, tehát azt gondolom, hogy sikerült összefoglalnom jó pár olyan dolgot, amit önök is írtak, milyen előnyökkel, mitől jó egy munkahely, és hogy mennyi mindenhez hozzájárulhat a kerékpározás. De aki esetleg kedvet kapott ahhoz, hogy ennyi információ után most már tényleg kerékpáros barátabbá tegye a munkahelyét, azok számára álljon itt az előadásunk, a webinár utolsó fejezete, ahogy gyakorlati tanácsokkal szeretnénk segíteni cégeket ebben. Az első és legfontosabb, hogy beszéljünk róla, hogy megjelenjen a kerékpározás nem csak a belsős levelezésekben a munkavállalók számára, hanem kifelé is. Ugye a munkáltatói branding, arculatépítés egyik eleme lehet az, hogy kerékpáros rendezvényeken részt vesz egy cég, támogatja ezeket a rendezvényeket, adott esetben versenyeket szponzorál, de lehet versenyeket szervezni cégen belül is, ezt az EDC is nagyon jól tudja, részt venni például a Bring Gáz a munkába kampányban, céges szinten, lehet sportnapokon megjelentetni a kerékpározást, és az is nagyon jó, hogyha rendszeres információk, segítségek, ilyen apróságok, tudnivalókat osztunk meg a munkavállalókkal a kerékpározással kapcsolatban. Másik lehetőség lehet, hogyha ezt konkrétan lehetővé is tesszük. Mit jelent az, hogy lehetővé tenni? Ugye lehet lobbizni, például nagyobb cégek összeállnak akár egy ipari park területén, hogy vezessen oda jó minőségű kerékpárút. A saját irodájukhoz vagy telephelyükhöz, az önkormányzattal föl lehet venni a kapcsolatot, és a Magyar Kerékpáros Klubbal együtt lobbizni azért, hogy megfelelő kerékpáros infrastruktúra épüljön föl. De addig is, amíg ez a lobby tevékenység be nem érik,
céges szinten, cégen belül is lehet kezdeményezni. Például azt, hogy ahol van egy kerékpáros kemény mag, vagy egy-két ember már kerékpározik, őket megkérni arra, hogy segítsék a még nem kerékpározóknak a munkába járását, el lehet kísérni, útvonalterveket lehet céges szinten kiadni, belsős e-mailekben elküldni, hogy hogyan lehet eljutni a telephelyünkre, vagy az irodába. Ezek apróságoknak tűnnek, de nagyon nagy segítséget jelentenek a fizikai infrastruktúrák mellett egy leendő kerékpározó számára. És ugye nem kell attól megijedni, hogy ezek óriási tételek. Persze, be lehet ruházni saját kerékpár vásárlásába, ezt lehet bérelni is egyébként, leasingelni is, akár elektromos, akár hagyományos kerékpárt is, de lehet támogatni is ilyen-olyan módon, hogy az előző diákon láthattuk a munkavállalóknak a saját kerékpár vásárlását. De nem kell arra gondolni, hogy óriási költségekbe kerül a kerékpározás lehetővé tétele. A motiváció például nem kerül semmibe. Az, hogy ingyenes rendezvényeken részt vegyen például egy cég, vagy segítse a munkavállalóinak az eljutását, mondjuk az iBike Debrecen felvonulása, az se kerül sok pénzbe. Az iBike Debrecen, vagy a Kerékpáros Klub egyéb, például a bringás reggelének a hirdetésnek, a plakátjainak kihelyezése is körülbelül ingyen, vagy nagyon minimális összegekért kinyomtatható egy irodai nyomtatóban. Ennél mondjuk már picit nagyobb beruházás, a megfelelő kerékpártámaszok kihelyezése. Itt a jobb oldali képen látszik néhány jó ajánlat, vagy egy jó, megfelelő minőségű kerékpártámasz. Ez a P álló kerékpártámasz, illetve az alsó zölddel bekarikázott részén a fedett kerékpártámaszok. Ezekre is, ahogy az előadás elején mondtam, az infrastruktúrákkal kapcsolatban, hiszen a kerékpártámasz is egyfajta infrastruktúra, szóval igaz rájuk, hogy a nem megfelelő módon kiválasztott kerékpártámasz az nem lesz egy használt dolog feltétlenül. Tehát kevesebben fogják használni, és látszólag egy cég számára nem egy megtérülő befektetésnek fog tűnni, hogyha nem jó minőségű, vagy nem használható kerékpártámaszokat helyezünk ki. Vagy egy picit az összegekről is beszéljünk, egy 10 állásos kerékpártámasz kihelyezése olyan 150-200 ezer forintba kerül. Egy darab kerékpártámasz olyan 10 ezer forintért beszerezhető egy cég számára. Egyszeri beruházásnak soknak tűnik, de ha arra gondolunk, hogy ezzel 10 kollega rengeteg, szerintem évtizedekig tartó parkolását megoldhatjuk, akkor azt gondolom, hogy nem egy elenyész, vagy nem egy nagy beruházásról van szó. És hát persze kisebb dolgokkal is, ajándéktárgyakkal lehet segíteni, akár céges bebiciklizéseket is lehet rendelni, aki esetleg nem ismerné ezt a fogalmat, itt a Magyar Kerékpáros Klub szakavatott és tapasztalt kerékpárosa be tudja mutatni egy adott iroda környékének közlekedési szituációit a kezdő kerékpárosok számára, így azok bátrabban és talán nagyon magabiztossággal fognak tudni munkába közlekedni. És a motiváció egyik példája lehet az, hogyha példát mutat. A motiváció egyik eszköze lehet az, hogyha példát mutat a cégvezető vagy a cég abban, hogy ő kerékpározik. Nem csak a saját munkavállalóinak mutat az jól, hogyha a főnök vagy a vezetők néha-néha kerékpárra járnak munkába, vagy éppen az ügyeiket aznap kerékpárral intézik, hanem az ügyfeleknek is, saját munkavállalók, túl más vállalatoknak is példát tudunk ezzel mutatni. Ma már a céges autóval kitűnni a cégek közül, meg a vállalatok közül szerintem nem lehet, sokkal inkább ki lehet tűnni mondjuk egy saját kerékpár flottával logózott vázakkal. Ez fel fog tűnni az átlagember számára, az utcán járókelők számára is. Lehet természetesen a kerékpáros klubot is támogatni, például saját céges bringás reggeli szervezésével, vagy anyagilag támogatni a kerékpáros klub létét, hogy minél többen kerékpározzanak. Ennek egyik eszköze a kerékpáros klubnak a Kisokos nevezetű kiadványa, ami papírformátumban, itt például egy budapesti kerületi önkormányzat támogatásával jelent meg, amiben nagyon hasznos tanácsokat
írtunk meg, fogalmaztunk meg kezdő kerékpárosok számára. Erre lehetőség van természetesen Debrecenben is, akár egy kis Debrecen térképpel a középső 2-3 oldalon. És hogyha valaki még mindig bizonytalan lenne abban, hogy hogyan is kezdje el, vagy jó-e az, amit ő kigondol, akkor ne féljen segítséget kérni. Magyar Kerékpáros Klub műszaki, kommunikációs, szakmai tanácsadásban évtizedes tapasztalatokkal bír. Csak egy példát mondjak, elég gyakran keresnek meg minket azzal, hogy milyen kerékpártámaszt hol vegyen meg egy cég. Ebben nagyon szívesen segítünk, meg tudjuk írni, hogy milyen paraméterekkel rendelkezzen egy ideális kerékpártámasz. Emellett önkormányzat és civil kapcsolatok fenntartásával, kiépítésével is tudunk segíteni, terveket és javaslatokat is tudunk véleményezni. És itt ezen a linken látható kerékpárosklub.hu-nak a kisokosának az elektronikus elérhetősége is, hogyha kisebb válaszokra volna szükségük, vagy esetleg olyan kérdéseik vannak, amik ebben benne vannak, akkor érdemes megkeresni ezt az oldalt és elmenteni maguknak. Néhány cég például heti vagy havi e-mailjeikbe szokott ilyen kerékpározással kapcsolatos tippeket bemásolni ebből a kisokosból. A webinárnak a törzs részén ezzel túl is estünk. Nagyon szépen köszönöm az eddigi figyelmet, és nincs még vége az alkalomnak, ugyanis elég sokan jelentkeztek a mai előadásra, és még sokan is maradtak. Nem nagyon volt lemorzsolódás, ahogy így elnézem a résztvevők számát. Következne tehát az, hogy ha valakiben van valamilyen kérdés a munkahelyi támogatásokkal kapcsolatban, vagy a kerékpározással, esetleg a debreceni helyzettel kapcsolatban, itt a lehetőség arra, hogy megosszák egymással a kérdéseiket és a tapasztalataikat. Úgyhogy az önöké a szó, én még visszaköszönök majd, és kérdezem bátran, bármit nincs hülye kérdés, én azt szoktam mondani, csak az, amit nem tesznek fel. Az se baj, hogyha nem mernek kérdezni, mert kérdéseiket természetesen feltehetik később is utólag Magyar Kerékpáros Klubnak. Igyekszünk megválaszolni akár írásban is azokat. Hogyha senkiben nem maradt kérdés, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó előadást tartottunk, minden kérdést megválaszoltunk, viccet félretéve. Természetesen fognak kapni egy e-mailt néhány napon belül erről az előadásról, amiben egyrészt, mint mondtam, ennek a prezentációnak a linkjét fogják megtalálni, illetve a YouTube-ra felkerült videónak a linkjét is, amit esetleg megoszthatnak majd később a kollégáikkal. És egy visszajelző e-mail is lesz ez egyben, tehát nyugodtan megoszthatják a visszajelzéseiket a mai előadásról. Nagyon szívesen fogadjuk a kritikát, az építő kritikát, és mondom, a kérdéseket is ebben azért meg lehet írni. Akinek el kell most mennie, mondjuk egy következő meetingre, attól elköszönök. Én megköszönöm a figyelmet a magam áron és a Magyar Kerékpáros Klub nevében. Remélem, hogy sikerült mindenkit meggyőzni arról, hogy a bringával, munkával járás az nem egy jövőbeli cél, hanem a jelenbeli sikernek az egyik záloga, és hogy a vállalatok számára is kifizetődő az, hogyha többen járnak kerékpárral dolgozni, kényelmesebben, fittebben, egészségesebben közlekednek, azaz inkább bringáznak. Sok sikert kívánok a bringás fejlesztőseikhez a jövőben. Közben Áron felemelte a kezét. Igen, én egy dologra szerettem volna még felhívni a figyelmet, hogy tart az Inkább Ringázz Debrecen kampány egészen a hónap végéig.
hogyha Facebookra vagy Instagramra feltöltenek egy nyilvános kerékpáros fotót, Debrecenben bringázom hashtaggel, akkor különféle ilyen kerékpáros nyereményeket sorsolunk ki, és ezzel a kép feltöltéssel részt lehet venni, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. A bringázó munkával a Facebook oldalán meg lehet találni erről a részleteket, és meg is lehet hívni az ismerősöket cégen belül, vagy családon belül, vagy bárhol ismeretségi körben. Lehet erre biztatni az embereket, hogy mutassuk meg, hogy Debrecenben bringázunk. Köszönöm szépen, akkor további szép napot kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, tényleg nagyon hasznos volt az előadás, azért nem is kérdeztünk, hogy nagyon sok mindenre kiterjedt, úgyhogy meg nagyon látványos, interaktív volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a lehetőséget itt mindenki nevében, úgyhogy további szép napot kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen. Hát, sziasztok.